Sziasztok, sok szeretettel köszöntök újra mindenkit, amint látható megint a DJ-khez fogok szólni. A múltkor megígértem, hogy megmutatom, hogy hogyan lehet a traktorban VST effekteket használni, gyakorlatilag sehogyan, pont ezért van szüksége arra, hogy valamilyen trükköt alkalmazzunk és ezt megmutassam. Egyébként ez nem csak traktorra húzható rá, hanem szerátóra vagy bármilyen más DJ programra. Annyi a történet lényege, hogy közbe kell iktatnunk egy DAV-ot, én most az Ableton Live-ot fogom közbeiktatni, átengedjük az Ableton-on a traktornak a hangját, és az Ableton-ban hívjuk be a VST effekteket. Hát de miért van erre szükség? Hát azért, mert ezek a DJ szoftverek nem használják a VST plugineket sajnos még, lehet, hogy nem is fogják. Viszont a gyári effektek, az, hogyha valaki használt már traktort vagy szerátót, akkor az ismeri, hogy ezeknek ilyen elég gagyi fahangja van, ezért lesz szükség VST-kre, illetve nem csak a minőség miatt, hanem a mennyiség miatt is, hiszen VST-k közül rengeteg kreatív effekt létezik, úgyhogy eléggé meg tud nőni ezáltal a fegyvertárunk. Na nézzük, hogy hogyan tudjuk beállítani azt, hogy mindez működjön. Először is a traktor beállításait mutatom meg. Kiválasztjuk a hangkártyát első körben, ami nem a Universal Audio hangkártya lesz, ami nekem most be van kötve, hanem egy Soundflower nevű virtuális hangkártya. Ez egy szoftver, amit le lehet tölteni ingyenesen. Létezik több ilyen is, nem tudom, én ezt használom, a többit nem ismerem. Tökéletesen alkalmas a feladatra. Ez fogja összekötni az Ableton-t és a traktort. Kiválasztottam a hangkártyát, most pedig utána kirútolom a A-deket a virtuális hangkártya 1-es-2-es kimenetére, a B-deket pedig a 3-as-4-es kimenetére. Ezután párhuzamosan behívjuk az Ableton-t, és az Ableton beállításainál pedig a bemeneti oldalon választjuk ki a Soundflower nevű virtuális hangkártyát, és az egyik csatornán a virtuális hangkártya 1-es-2-es bemenetét és 3-as-4-es bemenetét. Hogyha használunk külső keverőt, akkor itt még annyi a további teendőnk, hogy ugye itt kell megadni a fizikai kimeneteket az egyes sávokhoz tartozóan, szintén 1-es-2-es és 3-as-4-es, amit kiválasztottam, és ezek vannak rádugva fizikailag ennek a keverőnek az 1-es és 2-es sávjára. Innentől kezdve minden effektezés az Ableton-ban történik, és célszerű ugye kimappelni ezeket egy kontrollerre, és akkor az Ableton gyakorlatilag nem is kell használnunk, meg nem kell néznünk, hanem a traktorban tudunk dolgozni. Nézzük meg, hogy jön egyáltalán befelé a jel. Elindítom a... Tökéletesen működik, nézzük meg a B-deket is. Látható, hogy keresztül megy az Ableton-on, innentől kezdve minden egyes insert effekt működni fog. Hallgassuk meg, hogy hogyan. Rátettem egy ilyen turnádót, ez egy eléggé kreatív és sokoldalú effekt halmaz, vagyis hát ilyen több effektet tartalmazó kis kütyű. Nézzük meg, hogy szól. Megnézhetjük mondjuk az Endless Smite-t is, ezt ha valaki ismeri, nekem egy nagyon kedvenc effektem. Hát így működnek az insert effektek. És ezt ugye mindkét csatornára rá tudjuk tenni, és úgy mappeljük, ahogyan szeretnénk. Na de mi a helyzet a Sand Return effektekkel? Borzasztó egyszerű ez is. Be is készítettem ide. Itt van egy EMT 140-es reverb, ezt én nagyon szeretem. Hallgassuk meg a hangját. Igen ám, de mindezt ugye valahol fogadnunk kell, azért, hogy így párhuzamosan tudjunk processzálni. Erre én most előttem még egy bemenetet a Model One-on, de egyébként Return csatornára is lehetne kötni, teljesen mindegy. A sendet ugye elküldjük, és valahol külön vissza kell, hogy jöjjön. Az összes Return-t egyébként erre az egy csatornára küldöm, tehát itt ezt az A, B és C
effektet is. Nézzük meg, hogy melyik hogy működik. Ezt a Galaxy Echo-t jól szét lehet gerjeszteni. Hát a célre meg egy ilyen ordinári grain delay-t tettem. No, hát gyakorlatilag ez így működik. Ha van egy kontrollerünk, egy legalább 4 kimenetes, tehát 2 sztereóval rendelkező hangkártyánk, akkor ezt egy külső keverővel tök jól meg tudjuk csinálni. Ha nincsen külső keverőnk, meg csak egy sima 2 kimenetes, tehát egy sztereó kimenetes hangkártyánk van, akkor is meg tudjuk csinálni, akkor annyi, hogy szoftveresen kell elvégezni a keverést, de ennyi mindösszesen a lényeg. Innentől kezdve az Ableton-t nem is kell nézni, hiszen ha mindent kimeppeltünk, akkor tökéletesen működik, és a traktor felületén pedig el tudjuk látni a DJ tevékenységet, a kontrollerrel pedig az effektezést. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a mai figyelmet is, találkozunk a jövő héten valami újabb finomsággal, sziasztok!